Nagy gyász szakadt az országra, emberek. Jó királyunk egyetlen leányát elrabolta a gonosz nagy szörnyeteg. Repülő kastélyba zárta. Azt üzeni a király minden ember fiának, hogy aki hazahozza egyetlen leányát, annak adja leánya kezét és fele királyságát. A Repülő kastély című ismert mesét Csilléri Orsolya ikonográfiai részletezéssel készült grafikái teszik különlegessé. A szépségesen gőgös Tihany nem szánja meg Balaton fiát, ezért sziklabörtönben kell élnie. A közismert monda ezúttal Simorka Sándor reneszánsz hangulatú festményeivel jelenik meg. Miképpen tett csupafej a jégmadár csodát? Megtudhatja, aki elolvassa Vas Albert csodálatos meséjét. A kötetet Gábor Emese illusztrálta. Ez az igényes, minden oldalon gazdagon illusztrált gyermek és ifjúsági könyv az egyiptomi valóság hétköznapi világába vezeti olvasóit. Az izgalmas, kalandos történetben az olvasó még az ókori Egyiptom szokásait is megismeri. Az egyiptomi szerzőpáros csodaszép könyve számtalan nemzetközi díjat nyert az utóbbi években. A Fáraó menyasszonya a Seherezádé sorozat első köteteként jelent meg. Mi értékesebb még egy igaz, jó barátnál is? Az első és legnagyobb érték a világon, válaszolt a katona, és a király kisasszonyra nézett. A szerető, hűséges szív. A Magyar Népmesék sorozat második kötetét, a Zenélő ezüst kecskét Maghult Gabriella illusztrálta. Megszomjazott ám a király, és lehasalt a patak partjára, hogy a kristálytiszta hűvös hegyi vízből nagyot igyék. De alig kortyantott kettőt, amikor egyszerre csak elkapta valami a szakálla végit, és nagyot rántott rajta. Olvasható a Zöld Szakállú Király fia című mesekönyvben, melyben Borsódi Eszter ihletett rajzai a magyar népmese illusztrációk legszebb hagyományait követi. A középkori krónikákban is feljegyzettek szerint a Bizánc kapui felé vonuló magyarok elé kiállt egy hatalmas területű görög vitéz, aki kijelentette, hogy ha őt két magyar legyőzi, a görög császár adót fog fizetni a magyaroknak. A görög ellen a kistermetű Potond állt ki a magyarok közül, aki előbb Apor vezér utasítására bárgyával ketté vágta Bizánc érc kapuját, akkor a rést vágva rajta, melyen egy gyermek ki és bejárhatott, majd egy órás küzdelem után megölte ellenfelét. Botond legendája a Kráter kiadó magyar mondák sorozatában jelent meg Dózsa Tamás illusztrációjában. Ki a legbutább ember a Földön? A gazda? A kereskedő? Esetleg a jobbjukon ülő fehérnél? Vas Albert kedves meséje A gazda és a kereskedő azt mutatja be, hogy bizony az emberi butaság határtalan, és persze itt is, mint mindenhol, a jó elnyeri méltó jutalmát. Vas Albert egy csodálatos, archaikus történetbe ágyazta gondolatait a szépségről és a jóságról. Ha jót teszel és igazat, a pillangók hírül viszik a jóistenhez, mert a pillangót az erdő jó szelleme teremtette, és teremti azóta is, hogy nyoma maradjon a jóságnak. Az Erdők könyvesorozat negyedik része az Éjjeli Pávaszem című mesét tartalmazza Gábor Emese illusztrációival. Élt egyszer egy bolond király, aki kihirdette szerte az országban, hogy annak adja leánya kezét, aki olyat talál mondani, amit ő nem hisz el. És a szegény legény fia is szerencsét próbál, de előtte senkinek sem sikerül a próbatétel. Mit lehet mondani a hiszékeny királynak? Kiderül ebből a bájos és humoros történetből. Benedek Elek a Nagyot mondó legény című könyvét Dávid Júlia illusztrálta.
Tonúzóba Besenyő törzsfő volt, aki Taksony fejedelem idején költözött az országba népe egy részével. Utódai magyar úri nemzetségeket alapítottak, őt tekintik a Tomaj, Szalók, Bő és Örkény nemzetség ősének. A krónikák szerint megrögzött pogány volt, aki nem akarta felvenni a keresztséget, inkább, élve vagy halva, eltemetkezett az abádi révnél. Utódait viszont nem érintette büntetése, ezért Tonúzóba végül sok magyar úri nemzetség őse lehetett. Vas Albert, Magyar mondák 8. része az ő történetét dolgozza fel. Attila az európai hunok leghíresebb uralkodója volt, aki kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt. Bár országa vele együtt elenyészett és maga után szinte semmit sem hagyott, Európa történelmének legendás alakjává vált. Leginkább Nyugat-Európában a vad barbárság szimbóluma lett, míg egyes történetírók nagy és nemes uralkodóként említik. Az ő történetén dolgozza fel Vas Albert Isten ostora című művében. Bölcs és jó király uralkodott az országon, akinek egyetlen gondja volt csupán, három derék fia közül melyiket válassza utódjául. Ezért hát annak adom át a királyságot, aki hoz nekem az élet vizéből, mondja az apa, Vas Albert a legkisebb királyfi és a táltos paripa című meséjében. A könyvet illusztrálta Makult Gabriella. A Lehel kürtje című könyv egyik leghíresebb mondánkat dolgozza fel. A legenda szerint Lél vezér a Lehmezőn vívott csatában fogságba esett, majd miután Konrád császár színe elé vezették, kürtjével azt úgy homlokon vágta, hogy meghalt. A Jászberényi Jász Múzeumban őriznek egy elefántcsont kürtöt, melyet a hagyomány Lehel kürtjének tart. A vérszerződés a magyar hagyomány szerint a magyarság első alapszerződése volt. A legenda szerint a hétvezér Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm kötötte etel közben egymással oly módon, hogy a vérüket egy edénybe csorgatták és ott összekeverték. A szerződés erről a jellegzetes mozzanatról kapta elnevezését, amely feltehetőleg a korabeli magyar szokások szerint különlegesen erős fogadalomtételek egyik formai kelléke volt, mint például az eskü. A szerződés pontos tartalmára és lefolyására vonatkozóan azonban csak a később készült krónikák és a mondák, regék, szájhagyomány állnak rendelkezésre. Vas Albert ezt a mondát vetette papírra. A Bálványosvár közismert mondahagyomány feldolgozása Dávid Júlia erdélyi hangulatú festményeinek tolmácsolásában. A történelmi bálványos várat valamikor Rabon bánok lakták. Ezek leszármazottai voltak a híres történelmi Apor család tagjai. A vár évszázadokon keresztül igen erősnek, bevehetetlennek bizonyult. A tatárok sem tudták elfoglalni, egész a labancok ostromáig. A legenda szerint a vár ifjú ura, Apor István egy vásárban meglátta a Mike család egyetlen, szépséges és igen gazdag lányát, Imolát, akit azonnal megszeretett. A lány is viszonozta István szerelmét, de mindkettőjük bánatára igen nagy akadályt jelentett, hogy az ifjú Apor pogány volt, ezért a frigyből egyelőre nem lehetett semmi. Végső elkeseredésében elindult a büdös barlang kénes, halálos üregébe, hogy véget vessen szomorú életének. Útközben találkozott egy híres jövendőmondó pappal, aki megtudván István bánatának okát megvigasztalta. Azt tanácsolta, hogy rabolja el a leányt, és akkor majd minden jóra fordul. István megfogadta a pap tanácsát, lesben állt vasárnap a templom mellett, s amikor Imola kijött a miséről, a nyeregbe kapta és elvágtatott vele Bálványos várába. A Medve és a Huszár című mű
Borsódi Eszter grafikus művész negyedik köteteként jelent meg a Vas Albert mesesorozatban. Hiteles népművészeti elemekkel gazdagított színes képi világa hűen adja vissza a tréfás mese mondani valóját. A mesei alaptörténetet számos variációban ismerjük, ahogy a szóbeli hagyomány megörökítette, Vas Albert tolmácsolásában mégis újszerű nyelvi környezetben találkozunk a történettel. A Hét Holló című kiadványt, szintén Vas Albert műveit kedvelő és meséit szívesen olvasó fiataloknak és idősebbeknek ajánljuk. A távolságot, ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra. Az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, és a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomai. A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléri Orsolya illusztrációi teszik rendkívül vonzóvá.